Egy 4 éves nem érdemel ugyanolyan figyelmet. Pedig kevesebbe kerül, mint gondolná. Olajcsere akár 9.990 forintért a Serviznék Plus programban. Részletek a résztvevő Opel márka szervizekben. Opel. Wir leben Autos. Több évtizedes tapasztalat, gazdag referencia, kivételes géppark, akár extrém bontásokhoz is. Bontás az építés szolgálatában. Landbau Kft. A folyamatos igénybevétel mindannyiunk teljesítményét befolyásolja. Lúgosítsa ön is a szervezetét a Füredi Ion PH 9.3 lúgosító italaival, és hozza magát lendületbe az ionizált vízzel készült sportitalokkal. Füredi Power Ion PH 9.3. Ez egy igazán nagy dobás, nem csak sportolóknak. Arion a családok igaz barátja. Cégünk mentorai csak az önök hívását várják. Ne habozzon, tegye próbára új barátját, szabaduljon meg mázsás gondjaitól, devizahiteleitől. Arion az igaz barát. A Dino Sporthíradó szakmai partnere, a Magyar Taekwondo Szövetség támogatója, a KVON. Sportosat. Dino Sporthíradó a Kincsen Parkból. Az elmúlt hétvége legizgalmasabb galop és ügető futamai. Vágtázunk együtt a lovakkal. Start az első magyar futama. Jól indult az egész mezőny. A falon Louvre úgy tűnik, hogy megpróbálja megtartani kedvező pozícióját és a vezető. Sportosat. Dino Sporthíradó a Kincsen Parkból. Az elmúlt hétvége legizgalmasabb galop és ügető futamai. Vágtázunk együtt a lovakkal. Start az első magyar futama. Jól indult az egész mezőny. A falon Louvre úgy tűnik, hogy megpróbálja megtartani kedvező pozícióját és a vezető helyet. Mellett ott van Kitty Magic, egészen kívül Ofélia próbál zárkózni. Olajfás is jól jött el, ugye a gyors kezdő Louvre mögött. Ott van Naomi, és ott van Lejtők hölgye is. Egyértelműen az élmezőny tagja. Aztán jön Napfény, illetve Nemzetes úr, és a negyedik győzelmére készülő Lucky Boy kezdett a leglassabban, egyelőre ő zárja a sort. Louvre ott van az élen, Ofélia kívülről támadja, és nem nagyon akart úgy látnom beülni Ofélia mögé Lejtők hölgyével, úgyhogy elég nagyot kellett kerülnie, de egy körrel a vége előtt most már Lejtők hölgye felmegy Louvre mellé, sőt úgy tűnik, hogy 1002-nél meg is fogja őt előzni. Az még kérdéses, hogy le tud-e neki csukni, úgy tűnik, hogy ez megtörténik még a kanyar bejárata előtt. Lejtők hölgye, Louvre, Ofélia, Kitty Magic az első 4 helyezett sorrendje, aztán jön Olajfás, valamint Naomi, Nemzetes úr, Napfény, Lucky Boy pedig változatlanul a sor végén. 1000 méter van még hátra az amatőr verseny handicapből. Lejtők hölgyének az előnye nagyjából a másfél hosszra tehető Louvre-ral szemben. Ofélia egyelőre remekül tartja magát, és ott ügget a harmadik helyen Kitty Magic-kel szinte fej-fej mellett. Mögöttük bent a falon Olajfás van még viszonylag közel, kívülről pedig Naomi az, aki tartja magát közvetlenül az élmezői mögött. És ebben a pillanatban indul el a háttérből Lucky Boy, aki előző 3 győzelmét mindannyiszor nagyon-nagyon könnyedén aratta. A mezőny végéről most robbant vele Fodor László, és szépen fokozatosan előz gyakorlatilag most már mindenkit. Az élen még mindig Lejtők hölgye, mögötte néhányan azért kezdenek fáradni, Ofélia megy visszafelé, Kitty Magic Club sem tűnik frissnek, jön viszont a helyükre Naomi, és jön Lucky Boy, a háttérből Nemzetes úr, valamint Napfény indulnak meg. Tehát jönnek az esélyes lovak, Lejtők hölgyének van még egy 2 hosszas előnye, de nagyon-nagyon jönnek rá a többiek. Sokkal könnyebben jön Naomi, és Naomi hátán Lucky Boy is érkezik, azért most nem tűnik már annyira könnyű, annyira frissnek, mint legutóbbi versenyeikor. Lejtők hölgyét a befutó elén fogja utolérni Naomi, és el fog mellette sétálni. Naomi Tencer Tamással már az élen, jön az utolsó 200 méter, Lejtők hölgyének úgy tűnik, hogy még a dobogó sem lesz meg, mert jön Nemzetes úr, jön Lucky Boy, az utolsó 100 méteren belül pedig az egyértelműnek tűnik, hogy ezt a verseny Naomi már nem fogja elveszíteni. Naomi nyeri az amatőr verseny handicapet mögötte, Nemzetes úr lesz a második, Lejtők hölgye harcol egyelőre a dobogó harmadik fokáért, de úgy tűnik, hogy az majd Napfényé lesz a célban, negyedik Lejtők hölgye, ötödik csak Lucky Boy. Start, ez a Rádzsadíj, összességében jól indult az egész mezőny, a gyors Rafael Bitt, illetve a nagyon gyors Szlovénló Delfin az, akik kilőnek az autó mögül, és már az első kanyarhoz érve elég komoly előnnyel rendelkeznek, nagyon-nagyon jó tempót diktálnak, és úgy tűnik, hogy talán Delfinát maga elé engedi majd Rafael Bitt, vagy legalábbis
úgy tűnik, bár a belső ív az övé, és az egyenesen fordulva nem hagyja magát egyelőre. Jó 20 méterre mögöttük Saxicola, Jet Perfect, Rafa, tehát a három komoly kedvenc szintén azért ott van, bár ugye Rafael Bitt is favoritnak számít, és bizony Rafael Bitt-tel nem hagyja magát Váradi Sándor, nem adta át a vezető pozíciót, úgyhogy kint reked a második skurban Delfina, nagyon-nagyon nyomják továbbra is a tempót, nagyjából 15 méteres az előnyük Saxicola, Jet Perfect és Rafa triójával szemben, Kátófán, Egmont zárkozik mögöttük, PSI Love You mögött pedig meg ott van Remember of Nando, hát a többiek nagyon-nagyon nehéz helyzetben az utolsó 1000 méterhez érve. A Rafael Bitt előnye nagyjából egy hossz Delfinával szemben, aki továbbra is második spurban próbálja nyomás alatt tartani a vezető lovat, jó 20 méterrel leszakadva tőlük, feljön most már úgy látom a harmadik helyre, Rafa Velko Mazsitja, a Saxicola Jet visszacsúszik negyediknek, aztán jön csak Perfect, PSI Love You, valamint Remember of Nando és Kato Fan Egmont. Az élen nincs változás, még mindig vezet Rafael Bitt, illetve Delfina, előnyük egyre jobban csökkenni látszik, most már csak egy jó 5-6 osszal vezetnek és fokozatosan zárkóznak a többiek. Azt nézem, hogy Remember of Nando eldobja magát a túlsó oldalon és kiesik a versenyből. Rafael Bitt, illetve Delfina, ott van azonban a nyakukon már Rafa, nagyon-nagyon jól jön, viszont elindítja Boris Kecsanovics Perfectet kívülről, és ezt észleli Velko Mazsit, harmadik spurba kiveszi ő is Rafát. Jön a két favorit, Rafa és Perfect, úgy tűnik, hogy eddig bírta Delfina, megy visszafelé, és aki meglepetést okozhat, az Kátófa, Egmont nagyon-nagyon jól zárkozik egyelőre, Saxicola Jet viszont nem tud jönni. Rafael Bitt mellett ott van Rafa, illetve kívülről Perfect, Kátófa, Egmont, Saxicola Jet, talán még aki esetleg közel zárkózhat a befutóra fordulva, Rafael Bitt mellett elmegy Rafa, de sokkal könnyebben jön nála Perfect. Perfect lehet az utolsó 100 méteren, aki Rafára komoly veszélyt jelentett, majd Kátófa, Egmont ott van egyelőre a harmadik helyen, és az utolsó métereken Perfect lassacskán fölénybe kerül, és ráduplázhat majd múlt heti győzelmére, Perfect nyeri majd a Rádzsa díjat, Perfect mögött Rafa talán ott marad a második helyen. Nagyon jó versenyt fut Kátófa, Egmont, ő lesz majd a harmadik. Start! Első nekifutása, elstartol a 2014-es Énesek díj, és nagyon-nagyon zavaros az indítás. A három évesek közül gyengén kezd Salt Lake City, és szerelmesebb pedig nem tud eljönni a starttól. Galoppozik, azért ez meglepetés, kiszáll a versenyből szerelmesebb. Az élen ott van Szaharin, valamint ott van Szimfónia, és hát próbálják őrizni, vagy legalábbis tartogatni előnyüket. Rádium Boy talpon van, és jönnek a szerelmesért a kis Masterpiece, illetve Night Lady vezetésével. Szerelmesért kidobták, Salt Lake City pedig nagyon-nagyon nehéz pozícióban. És hát, hogyha ilyen ütemben zárkoznak a hátsók, akkor nagyon-nagyon hamar el fog fogyni a három évesek térelőnye, mert Rádium Boy már ott van a közeli harmadik helyen, a 40 méterből maximum most már csak 10 maradt, és Rádium Boy nyakán is azért ott vannak az öregek, jön Masterpiece, jön Night Lady, nagyon-nagyon jól szaporázzák tehát az idősebb lovak. Valamilyen több mint 2 kör azért még hátra van a Ménesek díjából, és az élen Szaharin. Szaharin előnye nagyjából 2 hossz Szimfóniával szemben, további 3-4 hosszra jön Rádium Boy, aztán Masterpiece, valamint Night Lady, aztán ott van Olyan Nincs, Őrangyal, a sor végén pedig Salt Lake City. Ez a 2014-es Ménesek díja, és valóban Szaharin az, aki vezet, mögötte Szimfónia második pozíció, a derbi nyerő Rádium Boy, negyedik, majd Masterpiece, a további sorrend az évlovára törő Olyan Nincs, Őrangyal, Night Lady, Salt Lake City, a további sorrend szerelmesért pedig az idei derbi győztesét már kizárták a versenyből, amikor ugye jóval több mint másfél kör van még hátra a futamból. Az élen egész jónak tűnik a tempó, Szaharin a 3 éves diktálja, mögötte ott van Szimfónia, Szaharin, Szimfónia kettőse mögött már Rádium Boy, aztán Masterpiece, Olyan Nincs, libasorban a mezőny, Őrangyal, Night Lady, két hosszal mögöttük Salt Lake City, a további sorrend, amikor jön az utolsó 1900 méter még a futamból. Rettenetesen jónak tűnik továbbra is a tempó. Az élen semmi változás, 2-3 éves az élen, még mindig vezet Szaharin. Szaharin az első, Szaharin mögött azonban változatlanul ott látom Szimfóniát, Szaharin és Szimfónia, mögöttük harmadik pozícióban jön Rádium Boy, Rádium Boy mögött pedig Masterpiece, majd Olyan Nincs, aztán érkezik Őrangyal, Night Lady és Salt Lake City. Továbbra is vezette át Szaharin. Szaharin előnye másfél hossz, nem érkezett egyelőre támadás, de sok van még hátra a versenyből, libasorban az egész mezőny. Szaharin mögött másfél hosszra ott van Szimfónia. Szimfónia hátán nagyon-nagyon közel már Rádium Boy, és aztán jönnek az idősebb lovak Masterpiece vezetésével. Masterpiece mögött az Olyan Nincs, aki, hogyha meg tudná nyerni ezt a versenyt, ő lehetne az idei év lova. Olyan Nincs mögött érkezik egyébként Őrangyal, valamint Night Lady, Salt Lake City pedig egyre jobban kezd lemaradozni Night Lady mögött. Őnek is rettenetesen nehéz a helyzete. Valamilyen több mint egy kör van még hátra, tehát az idei Ménesek díjából. A verseny középső szakaszában nem történt változás, az igazi komoly küzdelem majd talán a túloldalon indulhat el. Szaharin egyelőre még mindig az élen. Szaharin, Szimfónia, Rádium Boy, ez a sorrend.
Nagy verseny lehet ebből, amikor jön az utolsó 1000 méter a futamból az élen, továbbra is 2-3 éves Szahari mögötte Szimfónia, aztán 4 éves derbinyerő Rádium Boy, majd Masterpiece, az évlova címre törő olyan nincs, mögötte érkezik majd Őrangyal, Night Lady és Salt Lake City a további sorrend, még mindig libasorban a társaság. Kijönnek a lovak most már a kanyonból az utolsó 800 méterhez közelítve, az élen semmi változás, még mindig jól jön Szaharin. Szaharin vezet, Bárváradi Sándor most elkezdi biztatni Szaharint, ezt érzi is Varga Sándor, kiveszi Szimfóniát, érzi Jelkomás és kiveszi Rádium Boyt. Szimfónia, Rádium Boy, Szarinek eddig tartott a verseny, jön Masterpiece, fölgyorsulnak az események, nagyon jön olyan nincs hátulról, jól jön még Őrangyal, valamint Night Lady. Jön az utolsó 600 méter, és az élen most már ott van, Rádium Boy. Rádium Boy veszi át a vezetés, Rádium Boy az első félhossz az előnye Szimfóniával szemben. Rádium Boy, Szimfónia, Masterpiece, valamint kívül jön olyan nincs, nagyon jön Fazekas Imrével, Rádium Boy lesz, azt gondolom a nagy ellenfele, jön az utolsó 400 méter. Jön most már a hajrá, Rádium Boyra jönnek azért a többiek, jön olyan nincs, jön Masterpiece, Szimfónia is kezd fáradni, és Őrangyal is bejelentkezik egy jobb helyezésért. Rádium Boy előnye elfogy az utolsó egyenese érve. Ott van a nagy ellenfél, olyan nincs kívülről támad. Rádium Boy, olyan nincs, Masterpiece, Őrangyal. Ez a sorrend, amikor jön most már az utolsó 150 méter. Rádium Boy vezet, ő olyan nincs próbálja támadni, de úgy tűnik, hogy megtörik a lendülete. Rádium Boy vezet, és talán megvédheti címét, olyan is lehet majd mögötte a második. Masterpiece pedig ezúttal is helyezést szerez, és Rádium Boy nyeri 2014-ben a ménesek díjat. Rádium Boy a nyerő mögött, olyan nincs a második, harmadik Masterpiece, negyedik Őrangyal. Start nincs meglepetés, offroad ezúttal is remekül kezd, és gyakorlatilag 50 méter után már övé a fal, a vezető pozíció, viszont Mambo Girl rá nem jellemző módon elugorja magát az indítást követően, hogy a kiszállat a versenyből 5 lóra redukálódik a virágos díj. Offroad az éle, mögötte Orinoco, valamint Philadelphia kettőse, aztán érkezik Rocket Boy, valamint érkezik Platina Lady, Mambo Girl diszkvalifikálták, úgyhogy ténylegesen csak 5-en maradtak versenyben. Offroad szokása szerint diktálja a tempót, előnye nagyjából 2-20-asra tehető Orinokóval szemben, a harmadik helyen bent a falon ott van Rocket Boy, kívül egy picit talán előrébb látszik nála Philadelphia, és ott van a sor végén egyáltalán nem kiszakadva Platina Lady. 1300 méter van még hátra, ebből a díjból lesz, tehát a virágos díj. Offroad maga biztosan tudja tartani ezt a 2-3 hosszas előnyét. Egy körrel a vége előtt, Orinoco mellé lassacskán talán megérkezik Philadelphia, míg Rocket Boyt utoléri az istálótárs Platina Lady. Újabb kanyarban a mezőny, még mindig Offroad üget az élen, Offroad mögött másfél-két hosszal talán most már Orinoco, egészen kívül Philadelphia. Orinoco is egy kicsit, mint hogy kijönne a falról, de nem tudnak ők felmenni egyelőre legalábbis Offroad mellé. A negyedik, ötödik pozícióban változatlanul fej-fej mellett belül Rocket Boy, kívül pedig Platina Lady. A túlsó oldalra fordulva, Philadelphia folyamatosan erősít, és most már ő látszik a második helyen. Offroadra azonban egyelőre még nem veszélyes. Offroad, Philadelphia, Orinoco, Platina Lady, Rocket Boy. Ez a sorrend. Jön az utolsó 600 méter, különösebb változás nincs. Offroad őrzi startnál szerzett előnyét, mely azért jelentősen megcsappanni látszik. Most már csak nagyjából olyan fél hossz, háromnegyed hossz Philadelphiával szemben. Orinoco bent a falon, ami mindig ott van a harmadik helyen, Platina Lady a negyedik, Rocket Boy pedig az ötödik helyen várja az utolsó 350 métert. Még mindig vezet Offroad, Offroad Philadelphia, Rocket Boy elugorja magát az utolsó kanyarban, és csak most sikerül letenni, egészen biztosan nem lesz így már ott a dobogón. Offroad előnye, befutóra fordulva, megint egy jó másfél hosszasra hízik, mögött ott van Philadelphia, ott van a falon Orinoco, próbálja jönni Platina Lady, Offroadet egy picit bíztatni kell, de Offroad talán tud újítani. Offroad bent a falon próbál jönni Orinoco, kívülről Philadelphia, Offroadra jönnek rá a többiek, Offroad azonban talán hazaér, nagyon-nagyon jön Orinoco, Offroad azonban megnyerheti a versenyt, Offroad, Orinoco, Philadelphia. Jó 20-25 métert hagyott, nem kevés. Start ezen a utolsó futama, a Nebulo Handicap, hibával kezd Mountain Bambi rossz szokásához híven, Ireda B megy majd elvezetni, Mountain Bambi tréningtársal alul a Comtesse egyébként nagyon messze volt a start pillanatában. Ireda B az élen Black Cafe, Prometheus mögött, Exxon Wild, ez a további sorrend. A Celebrity Classic van ott egyébként, a másiken Black Cafe zárkózóban van, és a sor végén már alul a Comtesse is utolérte a csapatot, csak Mountain Bambi van versenyen kívül. Ireda B ér át, egy nagyon picit talán fog a tempón, úgyhogy mellé érkezik majd Prometheus, bent a falon Celebrity Classic, a közeli harmadik helyen, jön mellette a nagy ellenfélnek tartott Black Cafe, Black Cafe nyakán az istálótárs, MT Hichiti, de közel vannak a többiek is, Andorra Gold visszacsúszik most a mezőny végére, Larona Comtesse az, aki megelőzte, ott van egyébként
Poltergeist M is egyelőre hátul. Egy körrel a vége előtt azért nincs változás. Illedabi minimális előnnyel, vagy legalábbis a kedvező pozícióban, mellette Prometheus a második kettes fogadban, a két favorit, Celebrity Classic, valamint Black Coffee, mögöttük MT Hichiti, Exxon Valdez, Poltergeist M, La Luna Comtesse, valamint Andorra Gold, továbbra is a sorrend. Ezerrel a vége előtt a frontban nincs változás, Illedabi egyelőre őrzi vezető pozícióját, mellett azonban nagyon-nagyon jól jön Prometheus, előrébb látszik, de nem tudott még elmenni Illedabinek. Mögöttük egy kicsit, most már azért szorultabb helyzetben, Celebrity Classic, hiszen a falon egy picit bezárva versenyez, mellette Black Coffee, aztán jönnek ott a többiek, belőle a Comtesse is egyelőre közel van, MT Hichiti is közel van, úgyhogy ebből egy izgalmas finish lehet. A sor végén változatlanul poltergeztem, valamint Andorra Gold. Az utolsó 600-hoz érve Prometheus próbál gyorsítani, de Lidlbi egyelőre nem hagyja magát és nem adja a falat. Egyre közelebb mellettük, mögöttük Black Coffee, kívülről MT Hichiti is elindul, jön La Luna Comtesse, bent a falon Celebrity Classic is közel van. Az utolsó fordulóhoz érve Black Coffee támad, Celebrity Classic viszont egyáltalán nincsen útja, nincsen helye bent a falon, hiszen ott van előtte Illedabi és Prometheus, kívülről pedig jön Black Coffee istárotás MT Hichiti, jön La Luna Comtesse, Andorra Gold is egy picikét javított pozícióján. A befutó egyenese fordulva, Black Coffee előnye minimális, sokkal jobban jön nála MT Hichiti. MT Hichiti, Black Coffee, a két istárotás küzd a győzelemért, az igazi küzdelem a végén elmarad, mert MT Hichiti gyorsít, Boros Kecsenov is duplázni tud a mai napon. MT Hichiti megveri az istárotását, Black Coffee-t, La Luna Comtesse jön fel a harmadik helyre, negyedik Illedabi, ötödik lesz nagyon messziről Andorra Gold. Start, elindult a nap első futama, jól sikerült az indítás az egész mezőnek, és nagyon jól együtt galoppozik a 8 lovas mezőny. Álomhercegnő van benn a falon, mellette Bahama színeit látom. Álomhercegnő mellett most már többen elmennek. Bahama diktálja tempót az első 200 méter megtétele után. Bahama, Analiz és Bárányfelhő, ez az első három sorrendje, mögöttük jó pozícióban látom Milky Way színeit. Majd ott van ötödik helyen, Mára Maros a mezőny végére csúszott vissza Álomhercegnő, jó startja után, és Orsinja. Ők ketten 4-5 hosszas hátrányban vannak a többiekkel szemben, váratlanul visszaestek. Vezet Bahama, Bahama az első mellett istállótársa, Bárányfelhő, Bahama, Bárányfelhő, Analiz és Milky Way. Ez az első négy losorrendje, zárkózóban van Olatis, ifjabb Kozma Istvánnal már az ötödik helyen van, úgy látom, hogy nem nagyon tud jönni, Mára Maros csúszik vissza, Mára Maros nagyon-nagyon visszacsúszott, még Álomhercegnő megkezdte a zárkózást kívül. Jönnek a lovak a befutó egyenesre és vezet, most már Bárányfelhő, Bárányfelhő, Milky Way, Bahama, ez az első három losorrendje, amikor jön az utolsó 400 méter. Vezet Bárányfelhő Pap Gabriellával, Bárányfelhő előnye két hosszra tehető Milky Way-jel szemben, és jön Olatis. Olatis könnyen kézből jön ifjabb Kozma Istvánnal, már ott van a harmadik pozícióban, és talán még Álomhercegnő is felérhet majd a végén. A távolszapnál ifjabb Kozma elkezdi lovagolni Olatis, Olatis könnyen tud újítani, Olatis átveszi a vezetést, és Olatis esélyeshez méltó győzelmet arat. Olatis óriási stílusban fog nyerni, az utolsó 200 méteren nagyon-nagyon meggyőző Olatis, és Olatis a győztes, Milky Way mögött a második és a harmadik helyezést Álomhercegnő fogja megszerezni. Start, elindult a nap második futama, 1600 méteres távon elég vegyesen sikerült az indítás az egész mezőnek. Jól ugrott ki a gépből Bankár, de lovasa megpróbálja beosztani jobban, és hagyja, hogy elmenjen mellette Kikerics. Kikerics diktálja tempót, Kikerics mellett pedig ott van Pink, mögöttük Bankár kicsit púlozva, Ante a színeit látom, illetve ott van az ötödik pozícióban Candy. Eltám kezdett a vártnál talán gyengében, de 1600 méteren talán még ez is belefér, hiszen meglehetősen hosszú táv ez a két éveseknek homokon. Vezet Kikerics, Kikerics előnye 2-3 hosszra tehető Pinkkel szemben. Kikerics, Pink, Bankár, ők hárman a frontban, majd jön Antea, aztán ott van Candy, és most kezdi meg a zárkózást az újonc Mário, és a favorit Eltam. Már lovagolni kell erősen egy másik újoncot, Gitáros Effet, a mezőny végén pedig jelen pillanatban ott látom Székely Károly idomár színeit, Drágakő színeit, idomítottjának színeit természetesen. Vezet még mindig Kikerics. Kikerics az első, mögötte Pink. Kikerics, Pink,
és Bankár. Nincs változás a frontban, zárkózóban van most már viszont Candy, és Candy mögött megjelent Elta. Jönnek a lovak a befutó egyenesre, és még mindig vezet Kikerics. Kikericsre azonban most már felszaladtak a lovak. Benne a falon Máriónak van jó momentuma, az ujjanc Márió, ha ki tud onnan jönni, akkor még a versenyt is megnyerheti. Candy-t Bakos Gábor nem nagyon tudja elindítani, elindult viszont Eltám. Eltám átvette a vezetést, Márió lassan most már ki fog tudni jönni a falról az ujjonc. Eltám vezet a favorit, Eltám az utolsó 200 méteren nagyon meggyőző. Eltám fogja nyerni a versenyt, mögé jön majd Candy. Eltám, Candy és az ujjonc Márió, ez lehet majd a dobogó. Nagyon meggyőző a végén, Eltám megnyeri a versenyt Candy és az ujjonc Márió előtt. Start, elindult a nap harmadik futama, Álomanó ezúttal is gyengén kezdett, láttuk múlt héten ez belefért, és talán erőbb lesz talpon. Gyengén kezdett Kemelló is, helyből gyors, viszont Bandavezér, Részcsengő és Csajhos. Ez az első három ló sorrendje, benne a falon látom Lizema színeit, és Larion is remek pozícióban galoppozik, amikor a lovak elhagyták az ügető átjárót a mezőny végén, Wood Vira Dancing, illetve Kemelo, nagyon gyengén kezdett Monami, és Álom Manó, ha lassan, de megkezdi a zárkózást. Az élen megnyúlni látszik az élmezőny, Bandavezér Kocsis Edinával vezet, mögötte Lizema, Bandavezér, Lizema, Larion. Ez az első három lósorrendje, Matrix mögöttük, a negyedik pozícióban Csajhos az ötödik, és már mögötte Álom Manó színei tűnnek föl Godóval. Godó szépen lassan hozza föl Álom Manót a vezető lovak mögé. A lovak lassan már a befutó egyenesben vannak, a vezőny végére Vikka esett vissza, és még mindig vezet Bandavezér. Bandavezér mögött három ló, szinte teljesen együtt galopozik, kívül jön Matrix. Matrix mellett Larion, benne a falon pedig Lizema. Ötödik pozícióban pedig ott látom Álom Manót. 300 méter van hátra a versenyből, és vezet még mindig Bandavezér. Bandavezért megtámadja most már Álom Manó, majd kívül jön Matrix és jön Larion. Bandavezér szívosan védekezik, és elindult Csajhos is. Jön az utolsó 100 méter, és még mindig vezet Bandavezér. Bandavezér nagyot újított, Bandavezért nem fogják innen utolérni. Álom Manó ismét második lesz. Bandavezér, Álom Manó, Matrix és Csajhos pedig célfogó. Fotóban. Start, elindult a nap negyedik futama, az 1400 méteres Tirian D, és Neukölln, valamint Boróka vette legjobban a startot. Boróka megy elvezetni. Boróka, Neukölln, Lucky Stone, Luckstone, ez az első három ló sorrendje, mögött a Wonderful Love színeit látom a mezőny végén, Pesti Angyal, illetve Vivaldi, de összességében nagyon jól együtt galapozik az egész mezőny, amikor túljutottak a lovak az ügető átjáról, még mint egy jó 1100 méter van hátra a versenyből, és benne a falon vezet Boróka. Boróka mellett Neukölln, Boróka, Neukölln és Luckstone. Luckstone-t láttuk az 1800 méteres Borai emlékversenyben, ott sokáig vezetett, most nem tudott elmenni vezetni. Legkönnyebben csak sétál Neukölln, már lovagolni kell kézzel Borókát, és Luckstone-t is lovagolja már kézzel, előteljesen lovasa, hogy tartsa a pozícióját a vezető lovakkal. Pesti Angyal kezdi meg a zárkózást, és a nagy hókás Neukölln csak sétál a közvetlen élmezőny mögötte, azért már kézzel lovagolva jön. Vivaldi jön még viszonylag könnyedén, Neukölln pedig már bent van a befutó egyenesben. Neukölln Kerekes Károlyjal elsőként fordul a befutó egyenesre. Neukölln az első, Neukölln növeli az előnyét. Neukölln 3-4 hosszal vezet. Neukölln a Szent László díjban csak ötödik volt, itt azonban győzhet. Neukölln 3-4 hosszal vezet, jön mögé Vivaldi. Neukölln, Vivaldi, Pesti Angyal is akár fölállhat a dobogóra. Wonderful Love nagy meglepetésre nem tud jönni, szinte föltartja a lovasa. Neukölln az utolsó 100 méteren sem lankad. Neuköllnt végig lovagolja kézzel lovasa, és Neukölln nagyon magabiztos győzelmet arat. Vivaldi mögött a második, és Pesti Angyal a harmadik. Utóbbi némileg meglepetés. Start, elindult a nap hetedik futama, diadalünnep kap egy picit nehezen lábra, összességében jó startot látunk, és botrányhős az, aki elmegy vezetni, és a helyből gyors Mafumo. Mafumo most is kihasználhatja gyorsaságát 1200 méteres távon, de botrányhős nála is gyorsabban kezdett. Tudjuk, hogy a mezőny két legjobb startolójáról beszélünk, botrányhős Black Rose fia, elmegy vezetni 2-3 hosszal Mafumo előtt, és Mafu mögött 4-5 hosszal következik majd csak narancsfavirág színe, illetve a mögötte zárkózó mezőny. Nagy kérdés, hogy kitart-e botrányhősnek ez a tempója,
és akkor jöhet majd Mafumo, vagy esetleg jöhetnek majd a háttérből. A mezőny végén pillanatnyilag úgy látom, hogy Schnell, illetve Diadal ünnep. Nagyon-nagyon komoly előnnyel vezet Botrányhős Mocsinka Viviennel, de legutóbb is nagyon vezetett Botrányhős, aztán a végén nagyon megállt. Botrányhős vezet, mögötte ott van második pozícióban Mafumo, és most kezdődik el majd csak az igazi verseny, mert elindultak a többiek. Botrányhős még mindig vezet, Mafumót időközben utolérték, és jön Botrányhős istállótársa, fellángolás. Botrányhős a távoztopnál még mindig vezet, de Botrányhős lehet, hogy megint el fogják kapni, és jön Abu Dhabi Tuza Boglárkával kívül óriási rendlettel, és elindult Dresda Gönczi Rebekával. Izgalmas lesz a vége, hogy erre lehet számítani, és győz Dresda a végén. Dresda a nyerő, Abu Dhabi mögött a második, és célfotó majd a harmadik helyre. Start, elindult a 3200 méteres verseny, és Calamo ugrott ki a legjobban a gépből, de nem ő megy el vezetni, hanem úgy látom, hogy Armageddon Fire vállalta magára a vezetést, illetve Dane Star az egytempójulló, legutóbb Kerekes Károllyal hasonló stílusban győzött, rövidebb távon, 2200 méteres távon, az első 150-200 méter megtétel után azonban most is Dane Starral Kerekes bátran az ére megy, és vezet a mezőny végén pillanatnyilag Summer Hill színét látom, de hát nagyon sok van még hátra a mezőny, második felében van Radio Gaga, nagyon-nagyon sok van még hátra a versenyből, mint egy jó 600 métert tettek meg a résztvevők, és vezet másfél-két hosszal Dane Star. Dane Star az első, Dane Star kerekessel diktálja tempót, most Lagunát látom a mezőny végén, High Season benne a falon, kicsit kívül fordul Summer Hill, és ezzel próbál följebb zárkózni, meglehetősen közepes a tempó, de hát 3200 méteren ez egy jó tempónak számít, amikor benn vannak a befutó egyenesben a lovak, és még egy kör van hátra a lovak számára, és azért ez egy érdekes szituáció, hiszen hiába vannak a befutóban, még egy kör van hátra a versenyből, ami azt jelenti, hogy több mint 2000 méter van még hátra a versenyből. Picit rájöttek Dane Starra, nagyon jól együtt galapozik az egész mezőny, csodálatos küzdelem, amikor még egy kör van hátra a versenyből, tehát még kijó 2000 méter. Vezet Dane Star az indítás után, első néhány száz méter után élre állt, és azóta ő vezeti a mezőn. Dane Star mögött Calamo, Dane Star, Calamo és High Season, ez az első három ló sorrendje, illetve Armageddon Fire még jobb helyzetben van, mint Calamo, sőt Armageddon Fire most már egyértelműen a második pozícióban van, a mezőny végén pedig Summer Hill egy kicsit kívül fordul, azért ez a végelszámolásnál visszaüthet, és most már úgy látom, egy picit hátrébb van Summer Hill a többieknél. Radio Gaga azonban jól tartja magát az élmezőny végén Lagunával, miközben kézből meg lehet, hogy megint egy picit gyorsít a tempón Dane Star, illetve Armageddon Fire. Dane Star és Armageddon Fire kézből gyorsít, és két-három hosszasra növelték az előnyüket Calamoval szemben, és elindult most már Radio Gagával Goran Mesetovic. El kell indulnia, mert most már csak egy olyan jó 1100 méter van hátra a versenyből. Egy picit kézzel is meg kell lovagolni a Radio Gagát, hogy tartsa a tempót, a többiek, az előtte galopozó lovak könnyedén tartják azt az iramot, kézből Dane Star vezet, és Summer Hill-el is egy nagyon hosszú hajrát indított Pajs Gábor, hogy ott legyen a pénzdíjas helyezések egyikén, vagy talán még a dobogón. Calamo próbál meg egy picit följebb jönni, sőt Calamo fölmegy a vezető Dane Star mellé, úgy tűnik, hogy Armageddon Fire elfárad, és eddig bírta azt a vezető lovakkal a tempót, visszacsúszott a negyedik helyre, és Radio Gaga Mesetovicsal igaz egy picit ostor alatt, de már ott van a harmadik helyen is. Az egyik társspecialista Calamo most már átvette a vezetést, Dane Star is már erősen kell lovagolni. Vezet Calamo, mögötte Dane Star, Calamo, Dane Star és Radio Gaga. Jöhet-e még a szürke? Calamo óriási versenyt fut ezúttal is Jaroslav Línekkel. Calamo vezet, Dane Star talán ismét elindul. Calamo, Dane Star és Radio Gaga. Szinte teljesen együtt a három ló. Radio Gaga a harmadik helyen, Calamo nyerheti a versenyt. Dane Star talán ismét elindul. Dane Star ismét versenyben dobja Kerekes. Calamo nyerheti a versenyt, Calamo, Dane Star, 3200 méter után egy nyakhossza különbség, remek verseny. Remélem jól szórakoztak. Jövő héten ugyanebben az időpontban újra feltesszük a nyerget a lovakra, újra a szulkiba pattanunk. További sportosat! Igyon az egészségesebb jövőért. Karamalz. Természetes alapanyagokból készült alkoholmentes, maláta tartalmú üdítőital különlegesség.
A Dínosport híradó autós partnere a Prémium Autóház Kft. A Dínosport híradó motoros partnere az Asics Motorsport Ladies Team támogatója, az Asics Complex. A Dínosport híradó szakmai partnere a Magyar Birkózó Szövetség. A Dino Sporthíradó vizes partnere a Jet Power, mert vizen száguldani jó. A Dino Sporthíradó internetes média partnere a lovasok.hu. Lóháton még színesebb a világ.